vagy a békáit tiltakozzatok. Ennek nem lesz jó vége. Mi békák valamikor szerettünk az emberek közelében élni. Vigyáztak a folyókra, tavakra, mi pedig ezt megháláltuk örömteli brekegésünkkel. De ezek az idők elmúltak. Erre már a legöregebb békák sem emlékeznek, csak mesélnek arról, amit őseiktől hallottak. Mert ma az emberek kíméletlenül szennyezik a levegőt, a vizet és sajnos a talajt is. Krivaja békái, tiltakozzatok! Ennek nem lesz jó vége. A kishegyesi emberek is már évekkel ezelőtt felfigyeltek arra, hogy ennek nem lesz jó vége. Illetve valamennyi középületnek a szennyvize az a Krivajába ömlik tisztítatlanul. Legnagyobb problémának meg is nevezték a vízszennyezettséget, a rendezetlen szeméttelepet, a rendezetlen hulladékkezelést, a talajszennyezést és a levegőszennyezést. Ez kitette a gondok legnagyobb részét. Ebben teljes mértékben mi békák is egyetértünk az emberekkel. Ha már ezt megállapították, bíztunk is abban, mi naív békák, hogy majd az emberek tesznek is valamit. De a bácsér, Krivaja szennyezettségre egyre rosszabb, és mi békák egyre kevesebben vagyunk, és brekegni már el is felejtettünk. Sajnos az emberek vezérei nem csinálnak semmit ezen a téren. Az önkormányzatról azt kell tudni, hogy nem nyomozó szerv. Vagy nem a hatáskörük, mondják ők, vagy nincs rá pénz. A kormányzat területén nem történt a szennyezés, nem itt történt nálunk a szennyezés. Pedig a szeméttelep rendezése a hatáskörükbe tartozik. Várjuk felsőbb szintekről az eredményeket. Az elindított szelektív hulladékgyűjtést kitartóan csinálni kellene. Rá kell szoktatni az embereket, az üres flakonokat ne a mi fejünkhöz dobálják. Van az nélkül is elég bajunk. A műanyag zacskókat is külön konténerbe kellene gyűjteni, és akkor már nem is lenne a szélnek mit belesodorni a folyóba. És ez nem kis mennyiség, ezt mi békák látjuk ám, közvetlen közelről. Ha pénz nincs is, a többi helyi gondra megoldási terv bizonyosan készül. Csak nekünk békáknak ezeket a terveket nem mutatják? Vagy nincs is mit mutatni? Arról kellene tervet készíteni, hogyan is lesz kezelve a sok helyi mocsok, ami a folyónk vizébe van beleengedve. Pedig béka perspektívából nézve, ez a helyi vezérek hatáskörébe tartozik. Krivaja békái, tiltakozzatok! Ennek nem lesz jó vége. Természetesen hatáskörükbe tartozna az is, hogy torka szakadtából világgá kürtöljék, milyen sok mocskot engednek folyónkba mások. Ott is vannak az embereknek vezéreik, akiknek hatáskörébe tartozik. A vezérek pedig beszéljék meg, és intézkedjenek. Gondoljuk, mi naív békák. Vannak gyönyörűen megoldott gyárak a vidékünkön, ahol a mocskokat megfelelően kezelik, és nem engedik semmilyen vízbe, mint ahogy azt teszik a kishegyesi emberek szomszédjai. Van még valami, ami az emberek vezérei hatáskörébe tartozik, és kevés pénzzel megoldható. A nevelés és képzés. Az óvodás és iskolás gyerekeket nevelni kell a környezet megóvására, hogy a cukorkás zacskót eszükbe ne jusson az utcán eldobni. De akkor hova dobják? Itt van ismét a feladat, ami helyi hatáskörbe tartozik, szervezés kérdése. Közöttünk, békák között is megoszlik a vélemény, hogy az emberek vezérei egyáltalán képesek-e tenni valamit. Szerintem képesek. Ha a többi béka másképp gondolja, öntsenek a fejemre egy vödör hideg vizet.